A Wing Chun Kung Fu 365 kung fu stílus közül egyetlen, amit egy apácozott létre, ezért az egésznek a jellege más, mint elképzelni egy 130 kilós izmos férfi létezett stílust, az teljesen a fizika erőről szól, mert mivel egy hölgy hozta létre, ezért a női logikára, a technikára épül, hogy a gyengébb védekező ember is meg tudja magát védeni, vagy a fiatalabb hölgyek is az erősebb támadó ellen. Az utcai szituáció az úgyse tisztességes, hogy mindig az erősebb fogja megtámadni a gyengébbet, ha többen támadják meg a kevesebbet, tehát tényleg kénytelen vagyok technikával fölkészülni erre. És ez is az egyik legfontosabb alapelméletünk, a közelharc, hogy megpróbálunk a támadóhoz minél közelebb kerülni, hogy ezzel is elveszük azt a erejét, amivel minket bántani tud, hogy a távolság, tehát bárki megtámad minket, neki is hely kell, hogy fölgyorsítsa a végtagjait, ütését, rúgását, hogyha elzárom a távolságot, szinte beárok az orr elé, akkor nem igazán bírja kihasználni ezt a fizikai távolságot. A következő ilyen dolog az egyidejűség, ami arról szól, hogy a hárítással egyidejűleg vissza is támadunk. Nagyon sok harcművészetben, meg ilyen mozifilmekben látott dolgokban megtörténik a blokkolás, utána egy kis szünet, és utána egy kontratámadás, akkor sokkal könnyebb védeni, plusz a támadó is föl lehet készülve egy kontratámadásra, kivédi, visszatámad, hogyha abban a pillanatban, hogy megtörténik a hajtás, vissza is támadok, nem csak az, hogy gyorsabb lesz, mert meglepi az ellenfelet, hanem szinte belerohan az én ütésembe a saját lendületével. Még egy nagyon fontos jellemzője a Wing Chun Kung Fu-nak, hogy a középvonalat védjük, mert ott helyezkednek az életfontosságú szervek, a szem, az orr, torok, artériák, gyomorszáj, szívgödő, és természetesen a támadóknak ezeket támadjuk, mert se csont rajta, se izom, tehát ezeket senki nem bírja kiedzeni, bármennyit is jár konditeremben, vagy bármilyen fizikális képességekkel is rendelkezik, tehát ezeket a pontokat kell támadni, és akkor tényleg a gyengébb hölgyek is meg tudják segíteni a támadót. Tehát nem az a cél, hogy tényleg egy hölgy leüsse egy két darab 100 kilós támadót, hogy elvész szaladni, vagy odaér a segítség, vagy bevirugna egy autóba, vagy egy liftbe, már akkor megúszta a szituációt.